Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban, és köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit is, akik a mai alkalommal is velünk együtt ünneplik a Szent Eukarisztiát. A karácsony utáni második vasárnapon, de ennek az esztendőnek az első vasárnapján, amikor nagy szeretettel újítjuk meg közösségünket Krisztusban, megújítjuk az Eukarisztiát az örökimádó kápolnában, és igyekszünk a világ világosságának nyomába eredni. A Szentmisét a 30 évvel ezelőtt elhunyt Rozália testvérünk lelki üdvért ajánlom föl. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mozgással, én végtem, kérem azért a boldogságos, minden rossz eplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenekhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, alábbalunk téged.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, Te vagy híveid világossága, árasz jóságosan mennyei dicsőségedet az egész világra, hogy minden nép fölött felragyogjon tiszta fényed, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fia könyvéből. A bölcsesség a maga dicséretét zengi. Tiszteletben áll Istennél. Népe közepette dicséri önmagát. Megszólal a magasságbeli gyülekezetében, és Isten népének serege előtt eldicsekszik. Magasztalják népe körében, megcsodálják a szentek gyülekezetében. Dicsérik a választottak sokasága előtt, s áldják az áldottak között. A mindenség teremtője parancsot adott nekem, s aki teremtett, kijelölte sátramnak helyét. Így szólt. A sátradat Jákobban üst fel, örök részed Izraelben legyen, és választottaim között verj gyökeret. Ősidőktől fogva a kezdet kezdetén teremtett, és nem pusztulok el soha mindörökre. Szolgáltam előtte szent sátrában, majd pedig Sionban kaptam lakóhelyet. Letelepettem a szeretett városban, s Jeruzsálemben van uralmam székhelye. Dicsőséges nép közt vertem így gyökeret, az Úrnak részében, az ő örök részén, s a szentek gyülekezetében megtelepettem. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki lelkének minden áldásával megáldott minket a mennyekben lévő Krisztus által. Ő benne választotta ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Amióta értesültem az Úr Jézusba vetett hitetekről, és az összes szent iránt tanúsított szeretetekről, szüntelenül hálát adok értetek, és imádságomban újra meg újra megemlékezem rólatok.
Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya, adja meg nektek a bölcsességet és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtsatok lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket, és milyen gazdag az a fölséges örökség, amelyet ő a szentek által készített. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, s nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, s ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Az ige, az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágosítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. És az ige testté lett és közöttünk lakott, mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a világ világosságának fényébe helyezzük az életünket. Mi, akik önmagunkat a világosság fiainak nevezhetjük, így jött közénk az Isten fia, hogy világítson nekünk. Ahogyan felismerték ezt a pásztorok, amikor az angyalok nagy fényességben jelentek meg nekik, felismerhették a jelben, a csillag jelében, a világító, útmutató jelben a napkeleti bölcsek,
Így vallotta az öreg Simeon is, amikor a 40 napos gyermeket a jeruzsálemi templomban a karjába vehette, és megköszönte, hogy megláthatták szemei az üdvösséget, mert hiszen fényeskedik majd ez a gyermek, mint a választott nép dicsősége. Az Úr Jézus önmagáról is kinyilatkoztatta, kinyilvánította azt egy én vagyok kijelentésében. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A világosság isteni ajándék, pontosabban az Isten világát is jelképezi, annak hangulatát is, és a jónak, a biztonságnak érzését is az ember szívébe ülteti, hiszen a természet rendje szerint élő és természetes módon a teremtett világnak örvendő ember, aki ráadásul Isten szándéka szerint éli az életét, az örül a világosságnak. Jobban örül a világosságnak, mint a sötétségnek. Annak nincs takargatni valója, bátran mehet a világosságra. A teremtés könyve, amely nem tudományos értekezés a világ teremtéséről, hanem hitbeli üzenetet hordoz, és bizonyos következetlenségek vagy logikátlan megfogalmazások is fellelhetőek a teremtés leírásában, a hatnapos teremtés történetben. Elmondja már az első mondatban, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld puszta volt és üres, és a vizeket és a mélységeket, a vízek felett az Úr lelke lebegett, a mélységeket sötétség borította. Ez egy általános megfogalmazás a teremtés akaratáról, de ezt követően jönnek a teremtő aktusok Istennek, parancs szavai, hogy a különböző dolgok legyenek, és legelőször a világosságra mondja ki azt az Úristen, hogy legyen világosság, és lett világosság. És a világos állapotot az Úr elnevezte nappalnak, a sötétség állapotát éjszakának, és aztán mégiscsak valami logika is felfedezhető mindezekben, mert ezt tudja aztán elválasztani az egyik napot a másiktól, és lett az éjjel, lett a nappal, és befejeződött az első nap, és jött a második. És aztán sorra jöttek a különböző teremtő cselekedetek. De a legelső az, hogy legyen világosság. És ez a világosság nem csak fizikai állapot, és nem még a napot sem teremtette meg egyébként az Úristen, úgy, mint lámpást nem akasztotta fel a szilárd égboltozatra, de már lett világosság. És ez a világosság az ember lelkének is jellemzője lehet, hogyha Isten világában, Isten akaratában akar élni. A világosság a világba jött, hallottuk most az evangéliumban, de a világ nem fogadta be, övéi nem fogadták be ezt a világosságot. Nem fogadták be az igét, aki a világosság volt közöttünk. És benne élet volt, hallottuk az evangéliumban, és ez az élet, a létezés, az isteni szeretet, jó akarata, ez volt az emberek világossága. A választott nép életében volt egy lenyűgöző és legalább 8 napig tartó ünnepség sorozat, amely még most is létezik,
Ez a sátoros ünnep, hálaadó ünnep őszi időszakban. És ebben az ünnepi időszakban, ott Jeruzsálemben, a Szentvárosban, a legszentebb helyen, a templomban világosság volt még éjszaka is, mert hatalmas a falakon túlemelkedő lámpások, olajlámpások égtek, úgyhogy beragyogta ez a fény nem csak a templomot, hanem az egész város számára. Világító jel volt még éjszaka is. Ma a napság, főleg az elmúlt napokban láthattuk a mai fényjelenségeket. Az is szép és valóban lenyűgöző, amikor tűzijátékokat lőnek fel a magasba, és gyönyörködtetnek a különböző színek és fények bennünket. Akkor még ilyen nem volt, de hitbeli üzenete és tartalma volt ezeknek a lámpásoknak, amelyek beragyogták a Szentvárost. Az Istennek adtak hálát a teremtésért, a teremtményekért, és a termésért, a terményekért is, mert az Úristen nem csak, hogy megteremtette a világot, hanem gondviselésével fenn is tartja, és ez már a zsidóság hite is volt, a miénk is. Egy kicsit elcsodálkoztam új év napján, amikor meghallgathattam Beethoven 9. szimfóniáját és az örömódát, amit főleg német nyelven szoktunk hallani, eredeti nyelven, de úgy szerepel benne az Úr, az Isten, mint aki ott van fönn a magasban, a csillagok mögött vagy fölött, a csillagok mintegy eltakarják őt. Ez ennek a kornak egy sajátos elképzelése Istenről, és nagyon sokan így is élik meg az Isten hitüket, amit idegen szóval deizmusnak neveznek, hogy Isten létezik ugyan, de olyan messze van, hogy mi nem tudjuk őt elérni, megközelíthetetlen, és éppen ezért ő sem igen foglalkozik már velünk, elég volt, hogy a világot megteremtette, de nincs közöttünk kapcsolat. Egészen más a keresztény hit ebben a tekintetben, hiszen az Úr Jézus kimondja, éppen a sátoros ünnepen a hagyomány szerint, amiről az imént említést tettem, amikor az emberek látták ezeket a fényeket ott a templomban, önmagáról mondta azt, hogy én a világ világossága vagyok, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Nem elég valamiféle rejtett istenhit az életünkben, hanem személyes állásfoglalás és cselekvő követés szükséges az Isten fiának a nyomában, aki ennek eredményeképpen vagy ajándékaképpen adja meg nekünk az életet, az örök élet valóságát, amelybe meghívott az Isten, ezért teremtett meg bennünket. Ezen az évelei, de még karácsonyi időbe eső vasárnapon is gondolkodjunk el a keresztény életünk jellemzőin. Egyáltalán a keresztény hitnek a szemléletmódján, amit sajátunká kell tennünk. És aztán a saját meggyőződésünket is jó lesz szemügyre venni, hogy mit jelent számunkra Krisztus, a világ világossága? És amikor ezekre a kérdésekre a választ próbáljuk megadni, rádöbbenünk arra, hogy nem lehetséges rejtett hitben élnünk, mert a mi keresztény hitünkből cselekedetek, a világosság cselekedetei, jó tettek fakadnak, a tanúságtétel jelei fakadnak, és így tudunk igazán Jézus nyomában járni. Aki eljött a világba, benne élet volt,
és ez az élet volt az emberek világossága. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában. Imádkozzunk testvéreim a mennyei Atyához, aki bölcsességgel irányítja a világot. Adj, Urunk, bölcsességet egyházunk vezetőinek, hogy a rájuk bízottakat biztos kézzel vezessék az üdvösség útján. Kérünk téged, hallgass minket. Adj, Urunk, bölcs belátást a világ vezetőinek, hogy a népeket békében és igazságban kormányozzák. Kérünk téged, hallgass minket. Add, Urunk, hogy ne a test ösztöne, hanem a te kegyelmed vezesse életünket. Kérünk téged, hallgass minket. Add, Urunk, hogy szent és fedhetetlen élettel tanúságot tegyünk hitünkről. Kérünk téged, hallgass minket. Add, Urunk, hogy a gyermekek bölcsességben és kedvességben is növekedjenek. Kérünk téged, hallgass minket. Urunk, hogy Rozália testvérünket, akit 30 évvel ezelőtt szólítottál magadhoz ebből a világból, viszont láthassuk az örök élet boldogságában. Kérünk téged, hallgass minket. Mennyei Atyánk, segíts bennünket, hogy törvényeid bölcs irányítását követve eljussunk hozzád, Krisztus, a mi Urunk által. Oh,
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, felajánlott áldozati adományainkat szenteld meg egyszülött fiad születésével, ez mutatja meg nekünk az igazság útját, és ez adja meg az örök élet reményét, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. A mai napon felragyogott benne megváltásunk fénye, az örökig egy gyarló emberségünket magára vette, és ezzel a halandó emberre fogyhatatlan dicsőség származott. Sőt, csodálatos cserével miénk lett isteni örök és boldog élete. És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Rozália szolgálódról, akit 30 éve magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent angyalaiddal, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem vigy minket kísértésbe. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, béke fejedelme, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Béke veled. Béke veled. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hagyjék volna elé, hanem csak egy szóval mondod, és megjövő az életem.
Krisztus teste és vére. Ha nincs rá lehetőség, hogy valósággal megáldozz a Szent Misén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben égő vágyakozással egyesülve az üdözítő életadó testével. Szalészi Szent Ferenc. Édes Jézus, tiszta szívemből hiszem, hogy valóságosan jelen vagy a legméltóságosabb oltár a szentségben. Mindennél jobban imádlak és szeretlek. Égő vágyjal vágyakozom utánad, de mivel most nem tudok áldozni, gyere legalább lelkileg szívembe. Egyesülök veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna. Egészen neked ajánlom, szentelem magam.
ne engedd, hogy valaha is elszakadjak tőle. Könyörögjünk, kérve kérünk, Urunk Istenünk, úgy fejtse ki hatását ez a szentség bennünk, hogy lemossa bűneinket, s betöltse tiszta vágyainkat, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, minden szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztus, felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Hadd, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljunk. Amen. Kedves testvéreim, akiket új év napján még nem tudtam köszönteni, mindnyájatok számára ismételten a Jóisten kegyelmét kérem az új esztendőre. Nem csak boldog új évet kívánok, hanem áldottat, vagyis legyen velünk a Jóisten ebben az új esztendőben is. A karácsony időszaka még egy hétig tart. A jövő vasárnap már az első évközi vasárnap lesz, ami egyúttal Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. Az utóbbi években visszakerült eredeti helyére, dátumszerűen január 6-ára vízkereszt ünnepe, és ez az ünnep kötelező ünnep, régi kifejezéssel élve parancsolt ünnep. Ez lesz holnap,
amikor is itt a templomunkban délután a szokott időben 5 órakor lesz a szentmise, előtte pedig 16:30 rózsafüzér imádság. A szentmisét követően pedig megáldom a plébánia helységeit, legalábbis egy helyszínen itt fönn a kávézónál, amely egyelőre a közösségi együttléteinknek egy fő színhelye, és erre is szeretettel várlak benneteket, és az azt követő jó kívánság kifejezésére szolgáló szeretett vendégségre. A vízkereszt ünnepének üzenetét, jelentőségét, történetét, a keleti egyház és a nyugati egyház hagyományait megismerhetjük a hírlevelünkből, az Angyalszó kiadványból, a Magyar Kurír összeállításában. Az évközi idő első szakasza az a nagybőjtig tart. Idén, éppen a születésnapomon lesz majd a hamvazó szerda, tehát a farsangi idő, amely ezt az időszakot jelenti, február 25-éig tart, az a húshagyó kedd, és másnap kezdődik a nagybőjt. Szeretettel ajánljuk az Angyalvár kiadványunkat, amely megjelent a karácsonyi ünnepre, de ez egy olyan összefoglaló szám, amely az elmúlt esztendő közösségi eseményeit tartalmazza. Itt őszintén elmondom a hívő közösség előtt, hogy a hagyományos és hivatalos Historia Domust, ahogy több plébánia is vezeti a hely történetet, hogy szépen leírják, hogy mi történt egy adott esztendőben. Ezt ebben a formában itt nem vezetjük, de annál jobban, sőt képanyaggal is gazdagítva számolunk be évről évre mindig az elmúlt esztendő eseményeiről, tehát valójában ezt az Angyalvár kiadványt, mint képes magazint így is kézbe vehetjük, hogy ez a hely történet évről évre, a beszámoló a plébániánk eseményeiről. Annál is inkább fontos ez, mert most már 10 esztendőt foglalhattunk össze ebben a számban, azóta, hogy a bíboros úr a szerveződő lelkészséget, amit László atya indított el, plébániai rangra emelte. Az Angyalvár az előtérben megvásárolható az előállítási áron 500 forint adomány felajánlásával. A libanoni zarándoklatunkat április 19-től 25-ig terjedő időszakra, hétre helyeztük át. A korábbi jelentkezőkkel egyeztetünk az új időpontról. A Jóisten áldását kérem rátok. A mai vasárnapra is, az új esztendőre is, és az életünk minden szolgálatára, hiszen, ahogy elmélkedtünk erről, nem elég elrejtve hordozni a szívünk mélyén a mi hitünket, hanem a hit élő kapcsolat és szeretett szolgálat az Úr Jézus nyomában, vagyis tanúságtevő élet. Erre kérem az áldást rátok itt Gazdagréten, és kérem az Apostol Televízió kedves nézőinek életére is. Az Úr legyen veletek! Isten, aki minden áldásnak hősforrása, adja meg nektek kegyelmét, árassza rátok bőséges áldását, és tartson meg titeket az egész esztendő folyamán, egészségben és épségben. Őrizzen meg titeket töretlenül a hitben, adjon hűséges kitartást a reményben, és erősítsen meg a mindvégig türelmesen gyakorolt szeretetben.
irányítsa békében napjaitokat és tetteiteket, hallgassa meg mindig és mindenütt kéréseiteket, és vezessen el a boldog örök életre. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen áldása. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátánhoz kísértései ellen védőoltalmunk. Esetekre kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig menj és segítkezzél, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek veszélyre körül járnak a világban, Isten erejével, azt is vissza a kárhozat erejével. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,